Sziasztok, Zaglóba vagyok újra. Annyira belejöttem most ebbe az erdélyi kampányba, hogy... és nem is tudom abba hagyni hirtelen, pedig már eléggé késő van. 11 óra, hát az a fél óra még bele fog férni. Na hát nézzük akkor, hogy állunk. Bevételünk van. Na, és láttátok, a törökök így mozognak. Tehát nem kell félni tőlük. Bár én előbb-utóbb... Mi ez? Jó. Nagy kanizsát foglaljam el. 15 körön belül. És akkor néhány új egység, vagy legjobb egységemmel leszek megjutalmazva. Hát ez mind szép és jó. És látjátok, hogy annyira levették ezeket a közrend meg ilyesmiket, hogy... Ugye, hogyha most kiveszem én innen ezt, akkor egyből visszaáll ugye zöldre, én mindig ezt a zöldet nézem, a százalék, abból tudom nagyjából már, hogy mennyi százalékon állok itt közhangulatban. De nézzétek meg, 998-ra visszamegy, ha a fejedelem van benne. És ha beviszem ezt, akkor majdnem egy százassal ugrik a bevétel, viszont a 110-ről lemegy 20%-ot a morál, vagy a közhangulat. Tehát erre odafigyelni megint. Ilyen dolgokra. Huszárt, hol tudok én képezni? Hát nem igaz, hogy nem tudok. Valahol az előbb már tudtam. Vagy csak még nem értem el odáig. Ja, ami már benn van a listában, jó. És... megint nincs bevételem, mert... annyi egységet képzek most újra, meg építkezés volt, hogy... már csak a következő körben jön vissza újra a bevételi forrásom. Nézzük meg, hogy az Ausztria itt mit csinál. És Ausztria meghalt, kérem szépen. Hát én ezt nem is értem. Hát ennyi várossal még pillanatok alatt ki tudnék állítani bármilyen sereget. Ennyire megnehezítették volna a módot. Hát egy sereggel elvertem két mezői seregét, meg a Budát védő seregét is, plusz még ugye azt pár száz fős seregét Budán szétvertem. És látjátok, én már szervezem újra a sereget. Állnak fel az új századok, ezredek, ki aminek akarja őket hívni. És hát itt megyünk előre, nem lesz mese. Már... hát Dulafehérváron gondolkodok, hogy itt majd a következő körben kéne valamit kezdeni. Na! Hú, kár, hogy nem pont Isztambulra nyomtam rá. Na, próbálok én a törököktől kérni egy térkép információt. Nem hiszem, hogy fognak adni, a törökök nagyon ragaszkodnak a... most nem is adtak, jó? Akkor menjünk el, nézzük meg, mi van a Balkánon, hogy lássam a magának a, tényleg az új patchnak a tulajdonságait. És ugye ilyenkor kell meg arra vigyázni, például, hogy... mit akartam? Ja, hogy hogyha hirtelen nagy bevételre tesztek szert, vagy én is most tettem szert, nem szabad gyorsan nagy, hogy mindent építeni meg, minden egységet kiképezni meg, újra képezni meg, ilyen egységet felállítani, így úgy. Mert sok embert láttam fórumon, TV-on, hogy olyanokat írnak, hogy nem tudnak gazdasági rendszereket fenntartani. Hát, most látjátok, ez egy médium-médium kampány. És láttátok, hogy én azért nem pazarlok meg... megpróbáltam, meg azért elég jól építem fel a városokat, szerintem, legalábbis én szerintem, aztán ki ahogy gondolja, lehetne jobban is persze, de én ugye nem csak arra megyek most, hogy most tökéletes gazdaságot hozzak létre, meg ilyesmi, meg ugye hát háborúkat kell vívni, meg minden, tehát figyelni ezekre a gazdasági tényezőkre, hogy mondjuk egy városban ugye az ingyen eltartható egységek, láttatok, egy sincs, Egerbe sincs, szigeten egy. Váradon megint nincs. Itt három. Marosvásárhelyen megint nincs, de ugye most mindjárt gondoskodunk erről, hogy legyen. Csak most Marosvásárhelyen miért nem tudja eltartani őket ingyen? Ezt most nem értem, jó? Lehet, hogy valami épület hiányzik. Elképzelhető. Na, tehát ilyenekre, meg tényleg a túl... sokan azt hiszik, hogy ha felállítják katonaságot, és akkor utána csodálkozunk, hogy eltűnik a pénz. Hát a katonaság eszi a pénzt, tehát zabálja. Nézzétek meg, hogy talán 6 vagy 7 új egységet állítottam föl, és a körönkénti 2400-as bevételi 862-re estem vissza. Ugye ilyenkor jön az, hogy most szépen megállni a
mindenféle egység kiképzésében, ezt a hajduk se kell már nekem. És mindjárt lehet látni majd, hogy mindjárt jöttek vissza a bevételből is. Hát hogyha, hogy persze természetes, hogyha most a támadás alatt állnék, akkor nem haboznék egy percig se, hogy katona kell, vagy gazdasági épületek, vagy esetleg kulturális, vagy akármilyen más épület. De odafigyelni arra, hogy hát majd, most aki nézi a videókat, én az múltkor összehasonlítgattam egy-két régi erdélyi vég, vagy kampányt ezzel a mostanival. Hát én ott ilyet nem láttam, hogy sárgák lettek volna a városaim 1636-ban, talán egy-kettő. De itt ami van, hát nézd, ez összes sárga. Az magyarul megmondom, 100 alatt van, vagy 100-on. És 85, 100, 90, tehát minden van. Na és most nézzük meg, hogy ez mennyi bevételt fog adni nekem. 209-ről, na hát ezért kell felépíteni ugye ezeket a kereskedelmi állomásokat hajó utak, útvonalakhoz. Látjátok, 209-ről 428. Ez mindjárt micsoda bevétel. Na majdnem, sőt, több mint a duplája bevételt fog eredményezni. Na, és akkor nézzünk meg egy olyat, hogy diplomatáink hol állnak. Menjünk el, nézzük meg, hol van az a kullan. Hát én ezt olyan úgy meg akarom nézni. Na megint elakadtam valamiben. Milyen város ez? Litván? Csak nem háborúdul. Te ezt most meg is nézem. De valószínűleg, hogy háború lesz. Litvánia és Oroszország között, igen. Poroszokkal, svédekkel, törökökkel, hát Litvánia is tudja, hogy mindenkivel háborúznia kell. Így is indul. És akkor most megnézem, ilyenkor érdemes, aki nem biztos magába vagy, hogy nem akarja annyira élethűen játszani a magát a játékot, hanem csak a csatákért játsza, vagy tényleg a seregekért, meg ilyesmi. Annak érdemes ilyenkor ránézni az ilyen ezekre a grafikonokra. Na például itt van területi. Most kiveszem magamat. A litvánokat. Meg hol az orosz? Ott van. Na látjuk. Tehát Litvánia, ugye ahogy háborúzik Oroszországa, gondolom azért szépen fejlődik. Az oroszok is vesztettek két területet, de az nem jelentős szerintem. Úgyhogy azért megy itt a mozgás, védek fejlődnek, szép lassan, poroszok, hát most stagnálnak, lengyelek össze-vissza, hullámzó, törökök hullámzó. Na és az előző verzióban azt nem lehetett látni, ott, hát a törökök erre az időre a Balkán jelentős részét elvesztették. Most azért kiegyensúlyozott lett a kampány, sokkal élvezhetőbb. És jobban kell küzdeni. Tehát tény. Az az egy tény, hogy sokkal jobban kell küzdeni most. Itt én most ide egy tornyot felhúzok, mert látni akarom, hogy mi történik itt. Mi folyik itt, Gyöngyösön. A Gyöngyös nincs is messze, az valahol itt van, nem? Én nem tudom, de. Hogy van itt Szombathely környékén, és itt mifelénk is Gyöngyös falu. De ugye Gyöngyös az valahol itt van Pest mellett, nem? Vagy itt Pesttől délre, vagy délkeletre? Nem tudom. Na mindegy. Na nézzük, mik ezek. És látjátok, katonailag se vagyok egy ilyen elhanyagolható hatalom. Hát ez érdekes. Tizedik vagyok, de így is 38% a legnagyobb hatalomok a törökökhez képest. Magyarul megmondva, elég jól is állok most. Nézzük meg, bevételem 1000, nem is rossz. Itt valamit még akartam mondani. Nem is olyan fontos. Ugye ezeket úgyis tudjátok, hogy mit hogyan lehet elérni. Aki már veteránnak számít, az tud mindent. Gyors gombok, meg hogy itt a fülek. Akkor nem kell belemenni a menükbe, meg hasonlók. Te emlékszem, amikor kijött a Medieval 2. Ugye nem tudtam még annyira angolul, most se tudok nagyon, csak úgy megértem nagyjából az írott szöveget. Hogy, de hogyha már komolyabb ragozás van, azt nem, meg ilyen idő, meg present perfect, meg ilyenek. Na de, tehát én mit egy év múlva jöttem rá, hogy itt a fülekre kattintva a jobb egérrel, hogy feljönnek az ügynökök, meg a városok, meg ilyenek. Tehát
Tehát itt azért... Mondjuk én akkor oda sem figyeltem, amikor kijött. Mert... Egészen mások, más korszakomat éltem, mint a PC. Akkor a katonai játékok mentek. Na, de visszatér. Ja, meg annyit akarok hozzáfűzni, hogy... azért... Aki akar, vagy akinek van olyan mód, amit akar látni ezen kívül, Medievalhöz, vagy bármilyen totálból részhez, vagy bármilyen, hát inkább katonai jellegű játék, de lehet lövölde is. Ez nyugodtan írja meg nekem. És hogyha megvan nekem a játék, vagy be tudom szerezni, akkor abból szívesen csinálok bemutatót. De mondom, csak ilyen stratégia, meg inkább totálból részekről beszélünk, meg módokról, meg ilyen katonai lövöldék, de nem COD, meg Medal of Honor, meg mit tudom én, Crysis, meg ilyen hülyeségek, hanem meg Battlefield, meg ilyesmi, hanem mit tudom én, Brothers in Arms, meg ilyesmik. Tehát ami így egy kicsit komolyabb játékok. Katonailag, természetesen. Na, de visszatérve a kampányomhoz, hát ennyi kitérőt azért tettem. Ugye a nagy könzsát tűzték ki nekem célul. Nem lesz akkora seregem, hogy én oda be tudjak ütni határidőn belül. És itt azon gondolkodom, hogy nekem a vallást kéne valahogy fejlesztenem, hogy ide egy templomot behúzunk. És most, hát ezt a pár évet szerintem 1640-ig rámegyek az építkezésre. Jobban járok vele. És a Balatonon lévő flottát, milyen flotta ez? Kalóz vagy lázadó flottát? Én hogy fogom felszámolni? Hát, azt komolyan nem tudom. Tehát oda én hogy fogok hajót küldeni? Szerintem majd berajzolok egyet. Vagy, hát nem tudom, lehet, hogy módonom kéne gyorsan berakni egyet. De én ahhoz meg nem, most annyit. Meg tudnám csinálni, és nem akarok utána járni. Én ilyenekkel nem szoktam foglalkozni, hogy új városokat teszek be, meg ilyesmi. Én az épületeket szoktam átírni, meg ilyen győzelmi feltételeket, hogy durvább legyen. Meg mindenkinek, hatalmaknak meg szoktam 10-zel szorozni a kezdőindulótőkéig, de tényleg mindenkinek. Tehát én úgy nem módolok egy játékot, hogy hogyan mondjam, igazságtalanul. Tehát mindig úgy módolom, hogy utána... Tehát mindenki egyforma esély elinduljon. Na, magyarul ez a lényeg. És szerintetek, hogyha én ezt a 4 lovas egységet meg a vezért ráküldöm, meg még a hajdukat, akkor le tudom játszani, úgyhogy nem kell beavatkozni. Hát én most hirtelen azt hittem, hogy vesztettem, de nem. Hülyén nézett volna ki. Ez a röhögés. Fantasztikus. Na, gyorsan újra képzés, ez az. Ez így jó, hogyha mégis az újraképzésnél is vesztenek tapasztalatot ugye az egységek. Na, mi történt? Ez háború? Nem, ez... Ugye Ausztria mozgolódik, na most mindjárt nézem. Jó látni ezeket, hogy kiírja, hát... Mondjuk akkor lenne igazán nehéz a mód, hogyha... Szászak el a háború. A Velence ellen is háború Ausztriával. Na most kell támadni. A Velence gondolom innen jön. Innen támad. Vagy, hát, vagy a, ugye a névadó városa felől, ami elég szépen meg van csinálva. Ez is egy elég jó skinek lettek. Remélem a gammában azért valami átalakítás. Ez tényleg ott a Szent Márk Bazilika gondolom. Ugye az van ott. Elég szépek a skinek. Én a fővárosokat nagyon, nekem nagyon tetszenek. Mondjuk ezek már láthatóak voltak, ugye mondtam régebbi módokban már, hát már jó régebbi módokban. De ezek, hát ez a szekértábor is, hogyha tényleg olyan lenne, mint ahogy itt kinéz. De itt látom, visszavettek belőle. Na! Hát akkor mégis láttok változásokat. Krímben visszavették a szekértábort és beraktak helyett egy ilyet. Azért megint kár volt, ezt sajnálom. Moszkvát nézzük meg. Ez maradt ugyanaz, ugye ez a faváros. Rönkváros, milyen város ez. Ezért, varégok alapít, ja nem, az Kijev volt.
varégok alapították. Na! Egy csapongok közben, de ezt nézzétek el. Most elég jól állok, én úgy nézem. Ez a nagyszerű. Megint szép. Dorottya Jagello. Itt ez fantasztikus. De ez hova született megint? Itt nem jelenik meg. Én ezt, aki erre tudja megint a választ, hogy ez mi. Tehát születnek az utódok, és nem jelenik meg. Vagy ez nem utód. New family member. Hát ez más nem jelentett. Új trón, nem. Új családtag, nem? Az hát. És akkor... Már elharapom a szavakat. Akkor az hol jelenik meg? De most komolyan. Fogalmam nincs. Szászok itt mit csinálnak? Csak ott áll azóta az a sereg. Jó, hát akkor hozzuk vissza a kémünket, és akkor most kéne még egy kém. Együtt a sereggel. Talán be tudnánk juttatni egységet, azt az ágyit újra képezzük. Együttes erővel, két kémmel elég jó. Talán még lázadást is tudnék szítani. Meg majd egy felvadászt is lehet, hogy szabotázs akciókra kiképzünk. Szóval meglátjuk. Na. Jön a kutya. Pillanat. Elnézést. Nálam ilyen szobakutya van. Szoba pitbull. Már kicsit öreg és nem igen lehet kint tartani, úgyhogy be van engedve, és közben rendezni kell. És én az ilyeneket se vágom ki a videóból, mert így életszerűbb. Hogy azért itt zajlik az élet közben körülöttem. Na, akkor nézzük tovább. Hát itt jön az a rész, hogy amikor az ember elhatározza, hogy most mondjuk 1640-ig békét akar, hogy újra fel tudjon készülni egy hadjáratra. Hogyha szerencséje van, vagy szerencsém lesz, akkor ezt minden... Na most ez mi? Hú, de most gondban vagyok. Ez most kereskedő cél lehet? Ez mi? Hát egye fene, majd legfeljebb lebontom, bár akkor elég sok mindent bukok. Csak el ne felejtsem most az előbb miről kezdtem el beszélni. Hát remélem, hogy az kereskedő cé. Biztos, hogy nem építők céhe. Még felvadász cé lehet. Mindegy, menjen, hát mit érdekel. Mindjárt meglátom úgyis, hogy mit építettem föl. Vagy teológus cég? Az. Mindegy. Ezért utálom, nem látom, hogy mit ad. Nem, kereskedő cég, nagyszerű. Akkor majd a második funkciójában tudok majd a lovasokat képezni. Remélem. Na, és szigetem megint kitört az elégedetlenség. Kiábrándultak a lakosok, mert... Egyszerűen annyira megnehezítették, pedig egy elég jó emberem állott, mert visszaveszek belőle. Nem baj, most van bevétel még. Hát aztán itt közben történnek a dolgok. Hát valaki ugye hevesebb vérmérsékletű emberek itt már ugye végletekig kihasználnák ezt, hogy üresek az osztrák városok, hát én nem, én megerősödök most. De persze annyit megteszek, hogy gyalogságot küldök Budára, az ostrom ágyuk. Ugye ostrom ágyit egyelőre nem tudok se képezni, se újra képezni. De viszont nekem most, ami nagyon fontos, az a vallás terjesztése, hogy minél jobb, hatékonyabb egységeket tudjak képezni. Ugye elég jól alakulnak, ugye 81% ugye az alapterületeken, és ugye Buda a legrosszabb 23%-kal, de már ugye ez a terület is 63, meg 42-be várad, hát ide egy papot még kell. Ilyenkor erre érdemes áldozni, amikor béke, hát nem béke van, meg megint ez a beállt az álló háború. Aztán közben a kémet meg lehet próbálni fejleszgetni, ugye egységekre való ráküldéssel.
Jó, most szerencsém volt, de szerintem, igen, most fejlődött. Tehát így lehet fejleszteni a, de legjobban a, itt ebben a módban a kémeket, megmondom, én mindig így szoktam, hogy az elején, amikor itt van neki egy szem, vagy két szem, ugye a képességpontja, akkor ráküldöm ilyen mindenféle egységekre, hogy ide mennyi, oda mennyi, aztán egy idő után ugye, ahogy seregekre, papokra, mondjuk seregekre a legegyszerűbb, kapitány által vezére, seregekre ráküldeni kémet. Két ilyen, három ráküldés után elég jó esélye van ma 3-4 szem, és akkor meg lehet próbálkozni egy városba beküldeni. Ugye, aki úgy játsza, hát elég gondolom elég sokan játszanak úgy, én nem. Csak hogyha nagyon fontos volt, vagy... De én nem szoktam, nem szeretem azt csinálni például, hogy beküldöm a kémet, meghal. Fogom, de előtte mentek. Utána visszatöltöm az állást, megint beküldöm a kémet, megint meghal. Ezt addig játszom, míg be nem megy. Hát ennek most mi értelme van? Ha tehetném, ugye már az előző videókban mondtam, meg szerintem egy-két videómban is fogom még mondani. Ha tehetném, akkor beállítanám, mint a Diablo 2-ben volt régen a Lords of Destruction, the Destruction kiegészítőben be lehet állítani, hogy ott volt a karakter, kiválasztottad, ott volt egy négyzet, oda ott itt a hardcore. Beixelted, meghalt a karaktered, vége volt az egésznek. Ennyi. Hát itt ugyanez. Hát most mi? Hát beküldöm a kémet, meghalt, kész. Realisztikus. Mint a Mountain Blade-ben, vagy ilyesmi. Nem mint, hogy visszatöltögetni, meg mit tudom. Jó, megértem, aki úgy játszik, persze, meg mi. De most gondoljatok bele, hogyha én ezt a kampányt felraktam volna, ahogy szoktam játszani, mondjuk hard-hardra, vagy hard-very hardra. Vagy na, tényleg, én nem szoktam a kampányt felrakni very hardra, mert már nagyon irrealisztikus. Az már, fú. Ott, ami csalások mennek, az már sok. Én megpróbálom mindig úgy egy módot, hogyha játszok vele belőni, hogy... Hogy tényleg úgy, mint hogyha egy kicsit visszaadjon a magából, a kor hangulatából, meg úgy realisztikusságból is. Aztán, hogyha nem sikerül, akkor az... Akkor addig állítgatom, vagy inkább ott hagyom. Tehát én például a Stainless Steel 6.4-et azért hagytam abba, azért hagytam abba, mert egyszerűen nem lehetett beállítani, hogy be lehetett volna állítani, rosszul fogalmaztam. Túl sok időmet vette volna el a módolás, az egység létszámok beállítása, hogy melyik egység hova, hol lehessen még képezni, a zsoldosok beállítása, épületek átírása, meg az, hogy beállítani, hogy egy kör ne egy év legyen, hanem fél év legyen egy kör, mert ugye ott van, hogy scripttel oldották ezt meg, nem a desk, ugye a szöveges dokumentumokba. Össze-vissza minden, hát én ott próbálkoztam mindennel. Abba hagytam. Na mindegy, megint itt elkalandozok, hát ezt nézzétek el. Ugye itt most ilyen kicsit hosszabb videók vannak, úgyhogy most szóba kerülnek ilyen történetek, minden. Aztán közben meg csak így kurzorral megyek a térképen, így nézegetem, hogy itt. Ilyenkor én beszélek valamiről, de közben így higgyétek el, én nézem, hogy mit kéne csinálni. Most nagyon tervezem, hogy itt le fogok jönni a déli parton. Balaton déli parton, aztán Nagykanizsád gyorsan. Hogy legyen egy előre tudott bástya itt, ugye ez vár. Egy kastély. Pillanatok alatt el fogunk. Itt már megy az ágyú, már küldöm az ágyút, meg ezt is kéne. Ezt is felejtettem, és akkor már küldünk. Hát akkor már küldjük a rácokat, meg mindenkit. Nézzük, mennyi maradt, jó. De akkor már tényleg küldjük őket. Hú, az ágyuk, mindig az ágyuk. Olyan lassúak, hogy én nem is tudom, mit kell velük csinálni. Megküldöm a két csonka huszárságot. Itt kéne találkozni valahol, itt, így van, jó, ez így lesz, jó. Na, kéne egy vezér. Kár, hogy ezt nem rakták bele, hogy vezért lehet képezni. Marosvásárhelyen nem csodálom, hogy ennyire nem van a morál. Megnézzük, mit érezze. Nagyszerű, így a jó. 105-re visszajött, ez nagyon jó. Na, 600, az kell. Na nézzük. Na, és itt már látjátok, még a Balkán stabilan török kézen van, mint ahogy a korban tényleg így is volt, nem? Nem, hogy
Még talán addig nem is mondtam ezekben a videóban izét. És mondtam. Tehát nem volt ilyen, mint az előző... Jobb is, hogy ez a végjátszás van most szerintem, mint az előző erdélyi. Ugye az ilyen bemutató jellegű volt. Ez most tényleg végjátszás, hiszen látjátok, hogy itt nincsenek olyan, hogy nem láttok valamit, hanem minden ugyanonnan folytatódik. Ilyen az igazi végjátszás. Hogy itt még minden a törököké. Hát nincs is... Itt a spanyolok még sehol nincsenek, sőt. Inkább egy területet, mint hogyha ott láttam, vesztettek is volna. Most elmegyünk Velencéhez a következő körbe, megnézzük, hogy mi van. Na, és most látjátok, itt van. Megint született két új családtag. Rákóczi meg Nagy. Az egyik szerintem a Sándor lesz. Nézzük meg, hogy megjelenik egy családban. Hogyan jelennének meg? Jó, a Nagy meg... De Rákóczi nem? Hol van? Vagy itt is lesz valami lázadó frakció, vagy majd megjelenik? Hát én ezektől, na, ettől meg mindig beszoktam szarni, ha meglátok egy ilyet. Török. És nem tudom, mit akar. Semleges, és bejön a területemre, ugye se engedélye, semmi. Már, vagy egyesség erre, hogy mit, hogyan akar. Most nézzétek, mert ráküldöm a kémet, 66%. Most sikerült. És akkor lássunk egy török sereget. Delik. Még mindig nem néztem meg, mik voltak ezek a török lovasok. Ebben a katonai egyenruhás könyvemben benn van. Hajthatatlanok? Vagy nem, halhatatlanok, az Perzsia. De most ígérem, meg fogom nézni. A következő részre, videóra megnézem, hogy... mik azok a... azok, akik ilyen sasszárnyat, meg oroszlánbőrt, meg... csomó minden hülyeséget viseltek a... pajzsukon, meg... felfedőjükön, meg mindenhol. Egy török lovasság volt valami elit. Nem nagyon ismertek szerintem, aki nem foglalkozik történelemmel. Na, hát spáhik, aszabok, jebeluk, szegbán, ezt sem tudtam még beazonosítani. Timallu, belilák, muskétásani csárok, aszabok, megint ágyuk, belilák. Szegben. Jó, hát ez egy alap török sereg, de félelmetes látmányú, most mivel védekezni kellene? Hát innen kéne ebből a három városból összeállítani valami normális sereget, amivel tudok ellenük védekezni. Na. De most legalább a kémen fejlődött, ha jól láttam, igen, kapott egy szemet. Papok, azok kellenek mindig. És nézzük meg egy kémet. Két szem, 21 éves, mondjuk ez jó, hogy nem ilyen 30-40 évesen születnek. Vagy lépnek be, amikor kiképzi őket az ember. De itt ezt a kémet, mert mióta megyek vele, meg állítgatom, és nem merem beküldeni ebbe a városba. Inkább álljon itt, aztán kész. Na, és viszont ne húzzam ezt sokáig. Én erre a török seregnek nem állok el, inkább Budáról fogok kiindulni Nagykanizsára. Most látjátok, hogy jó, most szigeten visszaállt a rend. Ja persze, mert levettem ugye magasra, nagyon magasról. Hát Marosvásárhelyen meg se próbálom magasra tenni, na bár föltetni. És nem tudom mennyire éri meg. Aztán, hát Kolozsvárt kéne fejleszteni úgy Isten igazából. Jó, most van bevétel és még van 3 évem. Az azt jelenti, hogy 6 köröm 40-ig, amire elterveztem a gyáratot. Ugye megnézem, hogy... ó. Én ettől nagyon félek, hogy egyszerűen hirtelen törökök meggondolják magukat, ezt megtámadnak. De hát az előző kampányban sem volt erre példa. Nem tudom, ugye ott én támadtam meg őket. Ugye pont akkor patcheltem föl utána, és azért szakadt meg a maga a kampányom, mert nem elfelejtettem teljesen, hogy a patch hogyan lesz, vagy miként lesz, aztán letöröltem a régi állományokat, mindent. Aztán amire a patchet visszaraktam, elfelejtettem, hogy a mentés lehet, hogy kompatibilis lett volna ezzel az újjal. Aztán utána már nem tudtam visszacsinálni. Tomasz. Ha! Ez kire hasonlít? Ez a Sobiecki, nem? Vagy igen, valami lengyel hadvezére haj az ez, én úgy emlékszek. De aztán ki tudja. Persze, hogy befogadom, a vezér mindig kell.
Mózes Jagelló mínusz 3 hűség. És még így is van neki 6 gyűrűje. Nagyszerű. Akkor csak, még csak hűtlenkedjé. És növekszik ugye a hadseregem 43%-ra összesítethez képest. De már csak a 11. legnagyobb. Tehát ez azt jelenti, hogy nézzük meg még mielőtt. A következő videóban lesz majd Nagy Kanizsa megtámadása, de én most nagyon kíváncsi vagyok valamire. Nézzük meg, ugye itt lehet állítani minden hülyeséget, de én úgy szoktam, hogy beállítom a sajátomat. Ugye nem ezt akartam. Ja, katonai erők. Ezt 80 ezer sose értettem, hogy mi akar lenni, mert 80 ezer emberem lenne. Összetenném a két kezemet. És akkor kijelölöm Ausztriát. És itt lehet látni, hogy itt voltak ezek a nagy veszteségei. Így stagnál, de már... Itt már sokkal több egysége van, mint nekem. Egy pár kör óta, tehát elkezdett fegyverkezni. Ami azt jelenti, hogy én se lehetek már tétlen. Tehát aki nem akar, úgymond idézőjelben életű kampányt vívni, az gyakran nézegesse a grafikont, mert nagyon hasznos. Tehát tényleg sok mindent meg lehet belőle tudni. Mire lehet számítani az elkövetkezendő időkben. De hát Ausztriának most ellenem szerintem valami kevés esélye lesz. Esetleg annyi, hogy én most nem akarok most jelenleg háborúzni, hanem még fejleszteni a gazdaságot, ameddig lehet. Na, hát akkor ezt a sereget meg kéne néznem, hogy mi ez. És és látjátok, ha már ez egy generális, vagy hát egy tábornok, hogyha erre viszem rá csak 62%, még itt egy kapitány vezényelni. De hol van a generális? Na ezt se értem, jó? Mert akkor elő kéne lennie. Hol van itt nagy osztrák sereg? Én nem látok. Mi van? Na, ilyen egységeket még nem is láttunk. Mi ez? Rondarcsirc. Ja, de láttunk. Ezek a kardos vértesek. Ezek ilyen... Hát, még őket sem tudtam beazonosítani. Most majd talán holnap-holnap után... Két nap múlva, ugye nem tudom mikor lesz feltöltve ez a videó. Ez a katonai egyenruhás, meg ilyen hadászati könyvekkel fogok ide leülni. És megpróbálom beazonosítani ezeket az egységeket. Névre, hogy származásra, meg mindenre. Nem ígérem, hogy tényleg most, következő videóban már egyszerre, de amint lehet. Nézzük még meg azt, hogy ügynökök hol állnak. Ja, ugye ezt mindig elfelejtem az ügynököket, nekem ez a legnagyobb átkom. Ezért szoktam azt csinálni, hogy el szoktam küldeni őket a világ végére. Aztán amikor megállnak, ugye akkor úgyis kapok egy üzenetet, hogy ugye útvonal gátolva, vagy ha a városra küldtem rá, akkor már meglátom, hogy... Hát ezt most hülyeséget mondtam, mert akkor tudnom kéne, hogy ott a város. De... Mert ugye itt is most a vakvilágba küldöm bele, mert nem tudom, hogy a Kurland vagy Kurlandiaknak hol van a fővárosa. Csak küldöm előre, ugye mindig az utakat érdemes követni, hogy hol megy az út. Aztán el szoktam felejteni úgy ügynököt, hogy például volt egy olyan mód, hogy... 60 kör után vettem észre, hogy... Volt egy 20 éves diplomatám, vagy 25, 55 éves korában felfedeztem, hogy ott távolul a Közel-Keleten. Ezt nem csinál semmit. Tehát az ilyenekre odafigyelni mindig. Körváltás előtt, hogy... Nézzük meg, mit csinál ez a Belence. Kössünk velük szövetséget, Belencével. Az ezelőtti kampányban nem kötöttem velük, mert kufárok, de most megpróbáljuk. Jó, sikerült. És még térkép információt is adtak, ami nagyon jó. Ez is. És a Velencei város. Na hát látjátok, hogy azért megyeget. És egy diplomatával is lehet kémlelni, legalább a seregeket. Látni, hogy ugye mekkorák a feltöltöttségi zászlók. Az lenne jó, hogyha én most Ausztriával tényleg békét kötnék. De nem kötök velük. Na hát akkor látjátok, most már azért alakul a helyzet. Még jobban. Fejlődnek a városaim, hát még a közhangulattal mindig problémák vannak, népszaporulat van. Közhangulat egyelőre elégedett csak, nem boldogok a lakosaim, de elégedettek véve.
Marosvásárhelyen és szigeten. Ezt nem jöttem még rá, hogy mi ez, sziget, siget. Már a Maros sziget az szerintem nem ez, vagy ez. Aki ezt tudja, az írja meg, legyen szíves, hogy ez mi. Mi akar lenni? Erdélyek előnyben, meg... Ugye, te Erdély. Kelet-magyarországiak, mert én ezt csak úgy hívom, hogy ez Erdély itt. Vagy ez a mezőség, és akkor itt van Erdély valahol, ugye Székelyföld. Nekem az Erdély végül is. Én ezt így, amit elválasztottak tőlünk Trianonban, így ezt. Ugye a Párcium, bizonyos Párcium részekkel is. Én azt csak Kelet-Magyarországnak hívom. Még a mai napig is, úgyhogy... Meg Erdély természetesen, de... Nekem Erdély egyet, Székelyföldre jelent egyet. Meg ez mondjuk... Tudom, hogy ez így kicsit... szubjektív. De hát ez van. Na! Meg ugye Felvidék, Észak-Magyarország, tehát így. Na! Jó, hát akkor innen fogom folytatni. Remélem, hogy így már elég izgalmas lesz az a kampány, mert én egyre jobban kezdem ezt élvezni. Úgyhogy, hát akkor már várlak benneteket a következő videóban is. Mert én szerintem ebből elég sűrűn fognak most érkezni a videók, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!